ilyen hetes van? Vagy ő? Almas, igen. Jelentést kérek. Kicsit hiányos, de azért számol meg. Tanálunk, hogy kellettem a köztály létszám. Jaj, is van kicsit ilyen. Ezt magyarul is kicsit. Ha szólok, hogy milyen óra kötött. Ami miatt engem innen berendeltek, az a következő negyedik C-osztály. Tudnélik, arról kapott az iskolán tájékoztatást, ugye most úgy hívják, hogy Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Kollégium, hogy 62 éven felül lévő, önök ugye 63, illetve annál több évesek, 62 éven felülieknek, tehát az 1968 előtt végzetteknek az érettségi bizonyítványát, azt Hoffmann Rózsa államtitkár asszony legújabb rendelete szerint érvénytelennek kell minősíteni. Úgyhogy az érettségi bizonyítványokat ezután most már csak mint dekorációt használhatják, akár be is osszatják innen a szekrényekbe, gyerekek megnézhetik. Ám de Hoffmann Rózsa államtitkár asszony adott egy olyan lehetőséget az iskola jelenlegi igazgatójának, dr. Szenes Györgynek, hogy ha még egyszer levizsgáznak az érettségi tantárgyakból, akkor lehetőség van arra, hogy az érettségi bizonyítványokat az én hozzájárulásommal újból érvényesítsék, tehát megújíthassák. Akkor aranyítva lesz, nem? Igen, és hát ez majd az 50. érettségi találkozom, addigra hátra el is készül, és mindenféle hivatalos procedúrán keresztül megy, és akkor talán akkor kezükbe is kaphatják. Most nem tudom, hogy van-e olyan, aki azt mondja, hogy ő nem szeretné megpróbálni, tehát neki nincs meg szüksége érettségi bizonyítványra, őt ez már nem érdekli. Nem befolyásolja további életét. Na most föl szeretném hívni a figyelmet, hogy erről filmfelvétel készül, amit a Nemzeti Erőforrás Minisztérium, bocsánat, Emberi Erőforrás Minisztériumába. Nekem inkább egy javaslatom lenne, hogy a Hoffmann Rózsa, meg a doktor Szemes György. Hát esetleg megvizsgáztak, mielőtt. Mi majd mi leszünk a vizsgálat? Én egész nyugodtan. Tehát akkor bele várnak? Bele. De én most felkészítettem, tehát a Szenes igazgató úr engem megbízott, hogy mindenféle segédeszközöket, és rögtön összeszámolom, lesz matematika, történelem, földrajz, orosz, ének, torna. Nem lesz. És torna, igen, a torna nagyon fontos, köszönöm szépen, az lesz a finálé. Melyik tantárgyal kezdve? Humánnal vagy reálnal? Ének. Van ilyen kiszerelés. Akkor viszont. Nincs itt a prima. Igen, mégis lassú is.
majd hogy igen, vagy ha gyorsan és leírjuk, ki mondta? Igen. Megmentette az osztály. Mi mondta? Igen, neve? A Bohácsi. Boha. Igen. Ez az igen. Jó, így ötös. Többi egyes. Na, akkor most már akik semmit nem tudtak, azok figyeljenek oda. Tehát a plusz egy, Jolly Joker. Viszont egy tagú algebrai kifejezésnek is viszont több tagúnak.
Csak satszolni tudom. Na, satszolni. Felsőfokú tanulmányai során összesen két ügyét szedtem össze mind a kettőt matekból. Úgyhogy ezt nem itt találva jól. Hát legyen egy egyetemú. Jó, elmondom. Akkor nem sokat tesz. Igen, mi régen voltak, ismertük egymást, igen. És amikor én mondtam neki, hogy itt a Bolyaiban kaptam állást, akkor nagyon megörült, és neki volt ez az ötlet. Na, köszönöm szépen, hogy így.